Többszörös véradóknak mondott köszönetet a Magyar Vörös Kereszt Tolna megyei szervezete Szekszárdon a Véradók napja alkalmából. Boa András 18 éves kora óta már 100-szor nyújtotta a kezét, azt mondja, addig folytatja, amíg egészsége engedi. Embertársaim segítségére, illetve jó éreztem mindig magam utána. És egy-két napon belül teljesen újra termelődik a vér. Idén a Provita díjat Szabóné Szejfert Annának ítélték oda. A kitüntetésben azok részesülhetnek, akik legalább már 100-szor nyújtották a karjukat. Az elismerést az Emberi Erőforrások Minisztériuma ítéli oda a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat javaslata alapján minden évben. A dombóvári nő 36 év alatt közel 120 alkalommal adott vért. Ez úgy volt, hogy egy munkahelyet váltottam, és ott márciusban csapat mondta, hogy nincs kedvem vért adni, mert ők mennek. Hát mondom, még úgy csináltam, akkor miért ne? És azóta évente 4-szer adok vért. Tehát 3 havonta, mert 3 havonta szabad nőknek. A megyei véradó ünnepségen Fodor Antalné, a Magyar Vörös Kereszt elnöke is jelen volt. Ő úgy fogalmazott, hogy a véradás semmivel sem pótolható, és a gyógyulást az egészség reményét biztosítja a betegeknek. Mi úgy szoktunk számolni, hogy 450 ezer vérettség kell éves szinten. Természetesen arra számolni kell, hogy esetenként több vérszükséglet van, hiszen ha nagyon sok a műtét, vagy egy nagy balesetnél, azt gondoljunk rá, hogy ez mennyire fontos, és nagyon fontos, hogy a megfelelő tartalék mindig rendelkezik. Magyarországon november 27-e, immáron 33 éve a Magyar Véradók napja. 2020-ban Tolna megyében több mint 6000 ember nyújtotta a kezét véradási szándékkal.